Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A rendészetért is felelős miniszterként belügyminiszter úrnak az a jelmondata az oktatás terén, hogy rend és fegyelem legyen, valamint tanulás és béke. Úgy tűnik, hogy ez az út a járható számukra. A közoktatásban bevezetni tervezett státusztörvénnyel minden bizonnyal ezt az elképzelését szeretné megvalósítani, miniszter úr. A pedagógusok megrendszabályozása érdekében a közalkalmazotti státusz helyett egy másik jogi státuszt vezetne be, jelentősen korlátozná a pedagógusok és a nevelőtestületek önállóságát, és megtiltaná a pedagógusoknak, hogy kritizálják a közoktatás állapotát. A szakképzésben ez az átalakítás az új szakképzési törvény hatályba lépésével 3 éve zajlott le, és 2020. januártól jelentősen átalakította a hazai szakképzés rendszerét. A szakképzés átalakítását a Fidesz már 2010-es kormányra kerülését követően célul tűzte ki. Egy 2011-ben megjelent koncepció szerint német mintára a középfokú szakképzés presztízsének a visszaállítására törekedett. Ebből akkor annyi valósult meg, hogy a szakmunkás képzés időtartamát 3 évre rövidítették, és a tankötelezettségi korhatár leszállításával a leggyengébb tanulókat kiszorították ezzel az oktatásból, és a közmunkaprogram felé terelték őket. A 2016-17-es tanévtől a kormány a korábbi szakmunkásképzők elnevezését szakközépiskolára, a szakközépiskolák elnevezést pedig szakgimnáziumra változtatta, azonban érdemi változásra nem került sor. Közben, amíg a gimnáziumban tanulók száma folyamatosan nőtt, a szakképzés mindkét programjában csökkent a tanulói létszám, ami a középiskolai lemorzsolódásnak is köszönhető. A képviselői információs szolgálat adatgyűjtése alapján a 2009-10-es tanévben szakmunkásképzőkben 135 ezer, szakközépiskolákban 273 ezer diák tanult. Ez a szám 10 évvel később, a 20-21-es tanévre 70 ezer főre, illetve 178 ezer főre apadt, ami 35-50%-os csökkenést jelent. Jelen törvényjavaslat az új szakképzési törvény és rendszer hatályosulásának utólagos vizsgálatára irányul. Hiányoljuk azonban, hogy a rendszer szintű hatásvizsgálat eredményét a törvényjavaslat nem tartalmazza, így nem derül ki, hogy az új rendszer az előzetes reményeket hogy váltotta be. Ezen kívül a szakmai érdekképviseletek jelzései alapján a tárca a közvetlen egyeztetés lehetőségét nem csak a szakszervezetek, de az érintett intézmények számára sem biztosította. Nem értünk egyet azzal, hogy a társadalmi egyeztetés a részletszabályokra nem vonatkozott, pedig legtöbbször a rendeletek tartalmazzák a lényegi módosításokat. A gond az, hogy a részletszabályok nem csak a jelen törvényjavaslat mögül hiányoznak, de a 2020. januártól hatályos új szakképzési törvény végrehajtása sincs teljes körűen szabályozva. Mire gondolunk? A pártunkhoz beérkezett szakvélemények alapján gondok vannak a duális képzés megvalósításával. A szakképző munkahelyek hiába kapcsolódtak be a képzésbe, továbbra is saját elképzeléseik alapján végzik a tevékenységüket. Nem alkalmazkodnak azokhoz az elvárásokhoz, amit a szakképző intézmény a diákoktól elvár, így nincs összhang az elmélet és a gyakorlat között. A diákok iszonyatosan magas óraszámban tanulnak, mégsem kapnak teljes tudást. A duális képzőhelyeken a diákok kvázi munkabérben részesülnek, amiért cserébe a munkáltatók folyamatos munkavégzést várnak el tőlük. A heti egy nap gyakorlat erre teljesen alkalmatlan, ezt a gyakorlat tökéletesen be is bizonyította. Az iskolák ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy a tanulók a gyakorlati képzéshez szükséges óraszámot április vége óta egyhuzamban teljesítik, áprilisig viszont az elméleti tárgyakat heti emelt óraszámban tanulták. Kifogásolható továbbá a szakképzés kettős irányítása. A közismereti képzés a belügyminisztérium alá tartozik, a szakképzést pedig a kulturális és innovációs minisztérium irányítja. Emiatt az elméleti és a gyakorlati képzés koordinációja nincs összhangban egymással, a két tárca között az oktatók szerint nincs hatékony együttműködés. Az új rendszer életbe lépésekor a tanulók a 2022-23-as tanévben a 3. évet, vagyis a 11. évfolyamot járják. A szakképző intézményekben az egykori szakmunkás képzések hagyományosan jól működnek, a probléma az újonnan létrejött technikusi képzéssel van. Sok a bizonytalanság, a 3 éve bevezetett törvény végrehajtásának részletei a mai napig nincsenek kidolgozva. A 11. évfolyamos tanulók nem tudják, hogy jövőre hogy fognak érettségizni. Meddig fognak iskolába járni, májusig vagy a tanév végéig? A 12. évfolyamon ugyanis 3 közismereti tárgyból magyar matematika történelem előrehozott érettségit fognak tenni.
Nem valószínű, hogy miattuk külön érettségit csinálnak, minden bizonnyal a többiekkel majd májusban írják az írásbeli érettségit, de akkor mi lesz a gyakorlati képzéssel? Hogy fognak közben a szóbeli érettségire felkészülni? Összességében tehát az érettségi szabályzat és a szakképzési szabályzat nincs összhangban egymással. Úgy néz ki, hogy ebben a két minisztériumnál sem gondoltak bele, mert a felkészítő továbbképzéseken a tanárok csak annyi tájékoztatást kapnak, hogy messze van még az érettségi. A helyzetet súlyosbítja, hogy 2024-től új érettségi szabályzat várható, ami valószínűleg a vizsgáztatás szigorításával jár majd, az előkészületeknek viszont a nyomát sem látjuk. Emellett nem értünk egyet azzal sem, hogy a 3 éves szakképzés elvégzése után, ha valaki úgy dönt, hogy szeretne leérettségizni, a 2 éves érettségi felkészítőt nappali oktatásban már nem teheti meg. Az új szakképzési törvény hatályba lépésével megszűnt a tanárok közalkalmazotti státusza, a kormányzat a jogviszonyváltást azzal indokolta, hogy a rugalmas munkaszervezés és a béremelés legfőbb akadályát a közalkalmazotti jogviszony jelentette. Hát az időm lejárt, köszönöm szépen, akkor majd legközelebb folytatom egy 2 percessel. Köszönöm.